Ismét egészségnapot tartott a Ganz Munkácsi Szakközépiskola. Az intézmény a programot egy nyertes projektnek köszönhetően szervezte meg. A fiataloknak többek között lehetőségük volt látásvizsgálatra, miközben egészséges ételekkel is megismerkedhettek. Mintegy 900 tanuló, 70 pedagógus és 50 szakember részvételével szervezték meg az 5. egészségnapot a Ganz Munkácsi Iskolában. A programok egyidejűleg több helyszínen zajlottak. Ezek mindegyike az egészséges életmódra hívta fel a figyelmet. Ez egy gyönyörű kettes. Itt például tüdőkapacitásukat mérhették meg a fiatalok. Emellett több szűrővizsgálaton, bőr- és hajápolási tanácsadáson, valamint sportbemutatókon vehettek részt. Különböző szűrővizsgálatokon, sporteseményeken, ők is sportoltak, ők is mozogtak, meglátogatták a katonaságot, megnézték, hogy ott milyen rendőrautóval ismerkedtek, autóversenyzővel, ő elmondta, hogy miket kell betartani, milyen szabályokat, milyen egészségvédelmi dolgok vannak, és hát itt a környezetben is lehet látni, hogy a mozgás volt a legfontosabb. A programra motoros és autós rendőrök is érkeztek, akik többek között technikai bemutatót tartottak, és a biztonságos közlekedésre hívták fel a figyelmet. Emellett feladatuknak tekintették a rendőri hivatás népszerűsítését is. Jön a jó idő, ugye nagyon sokuknak van robogója a nagymotorja, és megpróbáljuk azt felhívni a figyelmet arra, hogy a közlekedés kapcsán fokozottan ügyeljenek az öltözködésre, hiszen ugye sokan rövidnadrágban, amit nem nagyon javasolunk, nem tiltott, de nem javasoljuk, protektorok használatát, tehát a jobb minőségi protektorokat használják, bukósisakot használják, tehát fokozottan ügyeljenek ezekre a ruházatra, illetve a baleset megelőzés kapcsán, hogy a sebesség megválasztása legyen a szabályoknak megfelelő. Az intézmény ezzel az egészségprogrammal zárta azt a több mint 2 éves projektet, melynek keretében a diákok sporttáborokban, kirándulásokon, szakkörökön és különböző képzéseken vehettek részt. Ezekre valamivel több mint 100 millió forintot fordíthattak. Nyertes pályázatukkal ugyanis ekkora tőkeinjekcióhoz jutottak.